Megemlékezés Balkányban Pálosi László polgármester hangsúlyozta, azért is különösen fontos, hogy a település ad otthont a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei központi ünnepségnek, mert a városból többen is hősi halált haltak az 56-os eseményeken. Tradíció és megújulás. Máté Szalkán a reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódóan a Kálvin téren emléktáblát helyeztek el és adományfát ültettek. Fontos az ellenőrzés. A kéménytüzek évről évre nagy problémát jelentenek. Idén már 135 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat. A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Hangzott el az ünnepi megemlékezésen Balkányban. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei központi október 23-ai ünnepséget Balkányban tartották. Pálosi László polgármester hangsúlyozta, azért is különösen fontos, hogy a település ad otthont a megyei megemlékezésnek, mert a városból többen is hősi halált haltak az 1956-os eseményeken. Rájuk is emlékeztek ma. A himnusz közös eléneklésével kezdődött az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés Balkányban. 2006 óta minden nemzeti ünnep központi megemlékezését megyénk valamelyik nagyobb településén tartják. Így idén Balkány városában hajtottak fejet az október 23-ai hősök előtt. 1956. október 23-a a magyar történelemben a szabadság egyik legszebb fejezete, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy mai utódok, amikor emlékezünk az akkori eseményekre, akkor elsősorban azt kell, hogy a fejünkben járjon, hogy ma Magyarországon szabadság van, hogy az a szabadság, amiben mi élhetünk most, az eleink vére által, áldozatvállalás által jöhetett el, történhetett meg, és én azt gondolom, hogy nekünk meg is kell becsülnünk a mai világban azt, hogy szabadon élhetünk, és mindent meg kell tenni azért, hogy Magyarország szabad ország maradhasson. 1956-ban az igazságért harcoltak honfitársaink, hogy a szovjet hatalom végre leváltásra kerüljön. Az október 23-ai események célja az volt, hogy Magyarország újra független és szabad ország legyen. Az akkoriak nem csak saját jövőjükért, a mi jelenünkért is harcoltak, hangzott el a megemlékezésen. Ezért nem csak a magyarok, az egész világ szemében hősökként élnek. 1956 legfontosabb üzenete minden kor magyarjának, amíg magyar lesz, a szabadság iránti oldhatatlan vágy. Az az elkötelezettség, az az eltökéltség, a szabadságvágy fontosabb volt akár az ember életeknél is. Ezért tudták oda dobni fiatal emberek az életüket, szinte gondolkodás nélkül a szabadságért, és azt gondolom, hogy az ő áldozatuk olyan magvetés lett, amelynek eredményeképpen most tudunk élni a szabadságban. Az eseményeket a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak Tiszta voltál című emlékműsora dolgozta fel. 1956 során számos balkányit is hősi halottnak nyilvánítottak. Az ő nevüket egy emlékmű őrzi, amely a központi téren kapott helyet. A mögöttem levő emlékművön mindenki tételesen tudomásunk szerint föl van sorolva, és a nevük rajta van. Különösen fontos kettő személy, akit a köszöntő vagy a zárszomba is mondtam. Az egyik Sallai István, aki 56. november 4-én hősi halált halt, sajnos előtték. A másik pedig Benke Miklós bácsi, aki már sajnos nem él, ő a pesti harcokban vett részt fiatalon. Az 1956-os forradalom külföldön is nagy vízhangot keltett. Albert Camus például úgy fogalmazott: a leigázolt, bilincsbe vett Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. A Reformáció Emlékbizottság és a Földművelésügyi Minisztérium a reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódóan minden magyarországi protestáns gyülekezetnek adományozott egy-egy gyümölcsfát. Máté Szalkán a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület szervezésében a Kálvin téren helyezték el a tradíció és megújulás emléktáblát,
és ültették el az adományfát. A rendezvényen jelen volt Nagy István parlamenti államtitkár, aki beszédében a múltra emlékezve a jövő számára ültetett fáról beszélt, amely jelképezi, hogy a reformáció termékeny talajra talált Magyarországon. Ültessünk gyümölcsfát a múltra emlékezve a jövő számára. Jelképezze ez a fa, hogy a reformáció termékeny talajra talált Magyarországon, mélyen meggyökeresedett és nap mint nap termi a híd gyümölcseit. Áll Haffenscher Károly miniszteri biztos és Nagy István miniszter helyettes évelején kiadott közleményében. A Reformáció Emlékbizottság és a Földművelésügyi Minisztérium a reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódóan minden magyarországi protestáns gyülekezetnek szeretne lehetőséget adni egy-egy gyümölcsfa elültetéséhez. Azt gondolom, hogy a reformáció 500. éve alkalmából sok-sok emlékezési helyszín, emlékezési lehetőség van. Magyarország kormány erre egy emlékbizottságot alapított. Az emlékbizottság fával ajándékozza meg azokat a közösséget, akik abban az élő egységgel, amit egy fa jelenthet, a gyerképpel, több száz éves lehető életével, azt gondolom, hogy az életnek a jelképe. Péntek délután Máté Szalkán, Kálvin János szobra mellett ültették el az ajándékba kapott almafát. Luther azt mondta, hogy ültessen mindenki egy almafát. És hát a mi egyesületünket megkérte dr. Birkás Antal, aki az egyik koordinátor ennek az eseménynek, hogy mi segítsünk be. És hát így az Egyesület polgármester úr segítségével is kap egy fát, elültetjük itt a Kálvin téren, illetve ki lesznek osztva az almafák azon egyházközségeknek, akik igényelték. Az eseményen részt vett Nagy István parlamenti államtitkár is, aki kiemelte, reméli, az almafa a jövő számára hordoz igen fontos üzenetet és feladatot. Igen, szükséges a mai nap is, hogy gyökeret verjünk. És úgy, ahogy ez az almafa jót termő földbe ültetődik, azt reméljük, hogy az ige magva is jó termő talajra hullanak a mi szívünkben. És ahogy a reményeink szerint ez az alma majd megnő, és hozza a jó gyümölcsöket minél nagyobb mennyiségben, úgy a mi életünkben is mindazok az igen magvak, amelyek belénk hullanak és gyökeret vernek, azok az életünkben is megtermik a maguk jó gyümölcseit. És azt reméljük, hogy nem csak bennünk, hanem egyre több emberben, az egész társadalomban. A faültetés és a reformáció 500 éves évfordulója emlékére az almafa tövében emléktáblát is állítottak. Október 15-én elkezdődött a fűtési szezon. A kéménytüzek évről évre nagy problémát jelentenek. Idén már 135 ilyen esetben riasztották a tűzoltókat a megyében. De a gázzal működő vagy zárt égésterű fűtőeszközökkel felszerelt otthonok esetében továbbra is nagy veszélyt jelent a szénmonoxid mérgezés is. A katasztrófa védelem arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes rendszeresen felülvizsgáltatni a különböző fűtéstechnológiai berendezéseket a balesetek elkerülése érdekében. Október 15-én hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon. Ilyenkor mindig fontos felhívni arra a figyelmet, hogy évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse fűtőeszközeit és kéményeit. A katasztrófa védelem munkatársai mindenféleképpen azt javasolják, hogy ezeket az ellenőrzéseket szakember végezze. Ugyanis abban az időszakban, amíg nem kell fűteni, szennyeződés és por rakódik le a nyílt égésterű fűtőeszközökön, ami rontja az égés minőségét és balesetekhez vezet. Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes elmondta, alapszabály, hogy csak kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést használjunk. Hozzátette, a tüzelőanyag gondos kiválasztásával is megelőzhetők a balesetek. Alapszabályok ilyenek például, hogy csak kifogástalan műszaki állapotú és engedélyezett típusú tüzelőfűtőberendezést használjunk. Minden időszakban javallott az, hogy szakemberre történjen meg a felülvizsgálata, tehát magyarul ellenőriztessük le, és hogy kapjunk egy olyan dokumentumot, legyen a kezünkben egy olyan dokumentum, amely igazolható, hogy ez a tüzelőfűtőberendezéssel kapcsolatban minden rendben van. Aztán nagyon fontos, hogy kizárólag olyan tüzelőanyagot használjunk ezeknél a berendezéseknél, amelyek a leírásukban szerepel. Évről évre nagy problémát jelentenek a kéménytüzek, amelyek számos súlyos és halálos balesetet okoznak a megyében. Kéménytüzek vonatkozásában a mai napig 135 esemény történt a megyében. Ez egyel kevesebb, mint a tavaly egész évre vonatkozó időszak, tehát prognosztizálható, hogy meg fogjuk lépni a tavalyi adatokat. Kéménytüzek vonatkozásában fontos elmondani azt is, hogy
a kéményekkel kapcsolatban ellenőriztessük le szakemberekkel, magyarul kéményseprőkkel azoknak a megfelelőségét, szükség esetén történjen meg a kémények tisztítása. Friss változás az, hogy az országgyűlés minap fogadott egy jogszabályváltozást, amely családi házak vonatkozásában hozott változást, mégpedig az, hogy ezt követően, tehát 2018. január 1-től immár lakossági kérésre történik a kéményseprő megjelenése a lakóháznál egyeztetett időpontban, tehát felváltja a sormunkát az egyeztetett időpontbeli kéményseprés. Leskovics Zoltán azt is kiemelte, továbbra is ingyenes a kémények ellenőrzése, amit a katasztrófavédelem, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltató végez el. Október 31-ig használhatók fel kedvezményes utazásra a közoktatásban a 2016-17-es tanévre, valamint a felsőoktatásban a 2016-17-es második fél évre kiadott diákigazolvány matricák. Hívja fel a MÁV Start a vonattal utazó diákok figyelmét. A vasútársaság arra kéri a diák kedvezménnyel utazókat, hogy időben gondoskodjanak diákigazolványuk érvényesítéséről. A megállapított menetdíj vagy pótjegy árán felül további 8000 forint pótdíjat kell fizetnie annak, aki érvénytelen kedvezményre jogosító igazolvánnyal vagy érvénytelen igazolással veszi igénybe a kedvezményt, illetve jogosultságát nem tudja az előírt módon, akár utólag is igazolni. Az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diákok a MÁV Start vonataira 50%-os kedvezménnyel válthatnak menetjegyet. A közoktatásban és a felsőoktatásban résztvevő nappali és esti tagozatos tanulók 90%-os havi, félhavi, illetve 30 napos bérletet is vásárolhatnak lakóhelyük vagy tartózkodási helyük és oktatási intézményük székhelye, illetve gyakorlati képzésük helyszíne között. Tovább robog a Kisvárda, 2-0-ra nyert a Kisvárda a Dorog ellen a labdarúgó MB2 14. fordulójában. Zsinórban 4 hazai győzelem, 86-77-re győzött a Blue Sharks a török Bálint ellen a férfi kosárlabda bajnokság MB1B-ben. Nyert a Kisvárda a Dorog ellen a labdarúgó MB2 14. fordulójában. A hazaiaknál előbb Vári volt eredményes, majd egy hajrában esett öngóllal biztosították be a győzelmet a várdaiak, akik győzelmükkel továbbra is a második helyen állnak a tabellán, szorosan tapadva az éllovas MTK-ra. A Kisvárda-Dorog találkozó esélyesének egyértelműen a tabellán 10 helyen előrébb található várdaiak számítottak, habár a hazaiak legutóbbi két otthoni meccsükön igencsak megszenvedtek. Előbb 3-2-es vereséget mért rájuk a Szolnok, majd a Budaörsöt csak egy hosszabbításban esett góllal tudták legyőrni. Az elmúlt fordulóban pedig Nyíregyházán játszottak úgy 0-0-ás döntetlent, hogy a bajnokságban először nem szereztek gólt. A dorogiak pedig jó formában várták a mérkőzést, hiszen 5 meccs veretlen volt az együttes, és a nagy csapatok igazi mumusainak számítottak idén, hiszen legyőzték a Nyíregyházát, az MTK-t és a Zalaegerszeget is. Az összecsapás elején úgy tűnt, a vendégek ezúttal is meglepetést okoznak, hiszen sokkal aktívabban kezdték a találkozót, már az 5. percben Víg Ádám lövése suhant el a kapufa mellett. A folytatásban is a Dorog kezdeményezett, igaz a várdaiak előtt adódtak inkább a veszélyes lehetőségek. Előbb a 15. percben Gosztonyi lövése csattant a felső lécen, majd Melnyik puskázta el zicserét. Bogdán Melnyik zicserbe, Bogdán Melnyik! A szünet után nem csak a gólerős Ilics, hanem egy határozottabb Kisvárda futott ki a gyepre, a hazaiak pedig fokozatosan átvették az irányítást. A várdai uralom előbb csak helyzetekben mutatkozott meg, majd gólban is Vári lévén a 62. percben. Sikerül megcsúsztatni, és ott a gól! Megvan a vezetés Vári Barnabás a 62. percben. Innentől kezdve aztán már látszott, hogy a bányászvárosiak a várdas kalpját nem gyűjtik be. Sőt, slusszpoénként jött a 82. perc és a hazai duplázás, igaz a vendégek segítségével. Horvát nyargalhat. Most jön ki rá Bora, Horváth bepasszolja, és öngól. Horváth Zoltán passza után egy öngól, 2-0 a 82. percben. Ugye Bránán Ilics elől próbált menteni a készségesen becsúszó vendégvédő, belsővédő a saját kapujába talált. A Kisvárda 2-0-ás győzelmével zöldesi hálója már 4 meccs óta érintetlen maradt.
A tabellán pedig maga biztosan őrzi második helyét Gondás Elemér csapata. Azért nem indult jól, mert kicsit kényelmesebben játszottunk sok hibával, és nem tudtunk a középpályán uralni a játékot, ugyanis nem volt meg nálunk a labda. Sok labdát elszórtunk, és rengeteg olyan hibát vétettünk, ami nem volt kikényszerítve, és ezáltal nem tudtuk megjátszani a támadóinkat is. Annak ellenére volt egy helyzetünk az első félidőben, amit elpuskáztunk, viszont azt hozzá kell tenni, hogy az ellenfélnek is volt helyzete, pontosan ezekből a hibákból adódóan, hogy középpályán elszórtuk a labdát, és abból el tudtak jönni kontrával, vagy egy lepattanó, vagy bármi más, és ebből gólt kaphattunk volna, de szerencsére megúsztuk. A második fél időre váltottunk, ezáltal jobban megvolt a labda nálunk, sokkal jobb volt a játékunk a második fél időben, ami előbb-utóbb azt eredményezte, hogy gólt is tudunk rúgni, tehát uraltuk a második fél időt egyértelműen, és jöttek a gólok is. Az első gól egy pontrugásból, végre már újra pontrugásból sikerült gólt szereznünk, jól érkeztünk oda a hosszúra, és a második gólunk az pedig eldöntötte a találkozás sorsát. A vendégek vezetőedzője Schindler Szabolcs a vereség ellenére elégedett csapata teljesítményével. A mérkőzés végeredményét tekintve természetesen elégedetlen vagyok, de én úgy gondolom, hogy a mai nap eljöttünk Kisvárdára dorokként, egy kis csapatként. Én úgy gondolom, hogy 60 percig futballoztunk, 60 percig nézőként azt kell, hogy mondjam, nem tudtam volna megmondani, hogy melyik csapat játszik a feljutásért, tehát nagyon jól játszott a csapat, több gólszerzési lehetőségünk is volt, sajnos nem sikerült gólt rúgnunk. A második fél időben viszont a bekapott pontrugás utáni gól sem is megfogta egy kicsit a csapatot. Kockáztattunk, ezért is volt benne a második gól, de én összességében azt mondom, hogy ma azért megmutatta a csapat az arcát, hogy egy nagyon kellemetlen kis csapat vagyunk, akiknek az egyik legfontosabb profil, hogy szeretnénk futballozni, szeretnénk eredményesek lenni. Azt is tudjuk, hogy eddig a nagy csapatok ellen jól ment. Az is igaz, hogy nekünk nem biztos, hogy Kisvárdát kell megverni idegenben, hanem azokat a csapatokat, akik a hátsó régióban vannak. A Kisvárdára a következő forduló előtt egy igazi nagy falat vár. A Magyar Kupában hazai pályán kedden kora délután a Ferencváros lesz a csapat ellenfele. 86-77-re győzött a Blue Sharks a Török Bálint ellen a férfi kosárlabda bajnokság NB1B-ben. A Continental Arenában rendezett találkozón a Török Bálint kezdett jobban, azonban a cápák végül felfalták ellenfelüket, és Zsinórban negyedik hazai győzelmüket szerezték meg. Igazi rangadót játszott a Blue Sharks az MTK Török Bálint ellen, hiszen a két csapatot mindössze két hely választotta el a tabellán egymástól. A hazaiaknál hiányzott a legutóbbi mérkőzésen megsérült Singer Zoltán, így a cápák alacsonyabb felállásban léptek pályára. A Török Bálint pedig magas hőfokon kezdett, az első 6 percben 13 pontjukra nem jött hazai válasz. Végül Mokánszki Máté tripláját követően kezdett magára találni is Iska János együttese, bár az első negyedet 24-10-re még a Török Bálint hozta. A második és harmadik negyedben aztán vérszemet kaptak a cápák, és Bús Iván vezérletével, valamint Sitku Márton 3 pontosaival harapni is kezdtek. Előbb egyenlített a hazai együttes, majd Nagy Krisztián triplájával először a mérkőzés során a vezetést is megszerezte. Nagy Krisztián, és az viszont jó az a hármas! A nyíregyháziak kapitánya igazi vezérként vitte csapatát, a pontkülönbség pedig folyamatosan nőtt a cápák javára. A záró etapra 11 pontos előnnyel fordult Siska János együttese, a 11-ből végül 9 maradt, így 86-77-re győztek a cápák a Török Bálint ellen. Magas poszton igazából nem volt játékosunk, mert a Singer Zoli nem tudott játszani, ezért meg kellett variálni a támadás és védekezés taktikánkat, és a fiúk egy kicsit beragadtak, de szerencsére utána magukra találtak, és nehezen is, de be tudtuk húzni a mérkőzést. Simon Nándor örül annak, hogy számos területen jól teljesített csapata. Természetesen dolgoztunk azon, hogy egy jó kezdéssel lépjünk be a mérkőzésbe, ez korábban problémát jelentett a csapatnak, azt gondolom, hogy ezt megoldottuk, erre külön készültünk. Aztán viszont ez a nagy előny elolvadt, még ugye nagy szünetben egy ponttal vezettetek, utána viszont átvette a vezetés a Nyíregyház, és már nem sikerült megfordítani. Miben látod a hibát, hogy miért nem sikerült megfordítani? Egy nagyon jó zónával jöttek, ami ellen egy ideig ment a játék, és akkor utána szépen ugyanazt a játékot próbáltuk, és lényegében rástresszeltünk, belegörcsöltünk, hát egy picit kreatívabban, egy szabadabb játékot választottunk volna a zóna ellen. Talán ez egy jobb megoldás lehetett volna így utólag. A Blue Sharks a Török Bálint elleni sikerével Zsinórban negyedik hazai győzelmét gyűjtötte be. Jövő pénteken pedig tovább növekedhet ez a szám, hiszen a Békés együttese lesz a cápák vendége a Continental Arénában. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban.
A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem, hangzott el az ünnepi megemlékezésen Balkányban, ahol a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei központi október 23-ai ünnepséget tartották. Pálosi László polgármester hangsúlyozta, azért is különösen fontos, hogy a település ad otthont a megyei megemlékezésnek, mert a városból többen is hősi halált haltak az 56-os eseményeken. Rájuk is emlékeztek ma. A Reformáció Emlékbizottság és a Földművelésügyi Minisztérium a reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódóan minden magyarországi protestáns gyülekezetnek adományozott egy-egy gyümölcsfát. Máté Szalkán, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület szervezésében a Kálvin téren helyezték el a tradíció és megújulás emléktáblát, és ültették el az adományfát. A rendezvényen jelen volt Nagy István parlamenti államtitkár, aki beszédében a múltra emlékezve a jövő számára ültetett fáról beszélt, amely jelképezi, hogy a reformáció termékeny talajra talált Magyarországon. Október 15-én elkezdődött a fűtési szezon, a kéménytüzek évről évre nagy problémát jelentenek, idén már 135 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat a megyében, de a gázzal működő vagy zárt égésterű fűtőeszközökkel felszerelt otthonok esetében továbbra is nagy veszélyt jelent a szénmonoxid mérgezés is. A katasztrófavédelem arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes rendszeresen felülvizsgáltatni a különböző fűtés technológiai berendezéseket a balesetek elkerülése érdekében. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 23-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnapra megszűnik a csapadék. A Kárpát-medence időjárását eleinte még egy ciklon alakítja, ennek középpontja azonban lassanként távolodik délkelet felé. Keden alacsonyabb nedvességtartalmú levegő áramlik térségünk fölé, de még sokfelé erős lesz a szél és a hőmérséklet is elmarad az ilyenkor megszokott értékektől. Az előttünk álló éjszaka felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor egyre kevesebb helyen várható. Az északi szél gyakran megélénkül, időnként megerősödik. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, csapadék nem lesz. Az északi szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A hét közepén változóan felhős időre lehet számítani, inkább csak itt északkeleten, keleten fordulhat elő, itt-ott kisebb eső, zápor. A hét utolsó napjaiban több hidegfront is érinti a Kárpát-medencét. A rövidebb napos periódusok mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet. Pénteken, illetve szombaton szorványosan, vasárnap többfelé elered az eső, záporeső. Csütörtökön erősödik a nappali felmelegedés, a hétvégén azonban ismét lehűlés várható.